Kedves nézőink, pénteken a kaszinóban több száz diák ismerkedhetett meg a stabil oldalfektetés és az újraélesztés technikájával. Most erről számolom be önöknek. Az Európai Újraélesztési Társaság és a Magyar Újraélesztési Társaság kérésére, felhívásra jelentkeztünk. Az Országos Mentőszolgálat dolgozói, a Magyar Imre Kórház és a Veszprémi Kórháznak a dolgozói, annak a célból, hogy a mai nap folyamán minél több emberre tudjuk megtanítani az újraélesztést készségszinten, illetve tudják elsajátítani a stabil oldalfekvő helyzetnek a biztosítását. Egy ilyen gyors talpaló oktatás csak mekkora haszna lehet a való életben? Erről tudok mondani véleményt, én azt gondolom, hogy igen, van. Több tapasztalat is bizonyítja, hogy azért ezt meg lehet tanulni, el lehet sajátítani pár percet, hogyha jó szakemberek készítik fel őket, és itt a kollégáim rendkívül jó szakembereknek minősülnek, és azt gondolom, hogy azért ezt folyamatosan készségszinten kell tudni tartani. Ha egy eszméletlen embert találunk az utcán, akkor egyből oldal, stabil oldal fekvésbe kell tennünk, vagy mérlegelnünk kell? Hát amennyiben jó légzést és jó keringést tapasztal, a jelenlegi európai javaslat alapján feltétlenül stabil oldalfekvő helyzetet javasolnám, hiszen ezzel átjárató légutakat tud neki biztosítani, és nagyobb az esélye, hogy a mentők mérkedéséig stabil állapotban van a páciens, tehát én feltétlenül javallanám. A krízis helyzetben mennyire személyfüggő, hogy sikerül a beteg ellátása? Több olyan tapasztalatom van, amikor laikusok nagyon-nagyon jó minőségű, rendkívül jó színvonalú ellátást produkáltak, amire rendkívül büszke vagyok, hiszen között nem egy, nem kettő saját tanítványom is volt éppen. A statisztikák szerint hány újraélesztés lehet sikeres, amit ilyen laikus emberek végeznek? 21-27%-a lehetne sikeres abban az esetben, hogyha ők ezt jól csinálják, és relatíve folyamatosan mindaddig csinálják, amíg a mentőszolgálat a helyszínen nem érkezik. Az elmúlt éveknek a tapasztalata alapján nagyon sok olyan sikeres újraélesztés van, amit igen, a laikusok kezdik el kint a helyszínen, a telefont kihangosítva a kolléga mondja neki, segít neki az újraélesztés végrehajtásában, és bizony ezek a páciensek bejönnek és megköszönik utána a sikeres újraélesztésnek az eredményét. Elmondaná nézőknek, hogy zajlik egy ilyen újraélesztés? Bizonyosodjon meg a helyszínek a biztonságáról, majd ezt követően feltétlenül rázza meg, szólítsa meg a beteget, majd emelje ki az állát, zárja az állkapcsot, hajoljon oda, és nézze 10 másodpercig a légzését. Amennyiben nem tapasztal a 10 másodpercet legalább 2 hatásos, mellkas kitérésre járó légzést, akkor feltétlenül kapásból kérjen segítséget és hívja a helyszínre a mentőket. És nem kell túl bonyolítani, túl drozírozni a dolgot, csak annyit mondjon igazából a telefonba, hogy kérem, hívjanak ide meg ide a mentők részéről újraélesztéshez egy mentőegységet, és a kollégáim fogják segíteni ettől kezdve, és oda fogják küldeni a legközelebbi mentőegységet, vagy akár az esetrohamkocsit. Az újraélesztés metodusáról tudna még egy pár szót mondani?
Igen, feltétlenül az lenne a lényeg, hogy 30 mellkas összenyomást végezzen az illető, méghozzá úgy, hogy legalább egyharmadnyi nyomja le a mellkas kosarat, és engedje fel teljesen, és ezt követően két befújást hajtson végre, és ezt mindaddig folytassa, amíg a helyszínen nem érkezik egy mentőegység, vagy nem talál valamiféle reakciót, vagy onnan nem érkezik egy olyan egység, akitől át tudja venni. Igazából akkor lenne korrekt, és akkor lenne igazán jó, és hatásos az újraélesztés, ha két perceket lehetne cserélni azt a laikus elsősegi nyújtót. Láthatunk itt fiatal diákokat, őrájuk, milyen hatással lehet az oktatás? Én azt gondolom, hogy a jelenleg per pillanat a 8 és 18 év körüli diákokat kell megcélozni, és őket kell megtanítani először alapszinten, majd középszinten a kötelező elsősegélynyújtási ismeretekre. És azért mondom azt, hogy kötelező elsősegélynyújtási ismeretek, mert azt gondolom, hogy ez a jelenleg a kulturáltságunknak, a műveltségünknek az alaprésze kell, hogy legyen, hiszen mindenkinek az édesanyja, testvére, barátja, munkatársa, hozzátartozója kerülhet akár életveszélyes, akár súlyos állapotban, és a mentők megérkezéséig nem mindegy, hogy milyen ellátást fog ő kapni. Az autóvezetői vizsgán történő egészségügyi oktatás milyen alapot adhat egy jó ellátáshoz? Ez a képzés, ez szerintem egy elfogadható alapképzés annak érdekében, hogy ezt évente, fél évente az illető megfrissíti, felfrissíti a képességeit. Ahogyan mondjuk, hogyha tanultunk középiskolás korunkban, vagy általános iskolás korunkban egy verset, akkor egy idő múlva magával a strófákkal, a versszakokkal bizonytalanokká válunk. Ugyanez fennáll igazából az elsőnyújtó kollégákkal kapcsolatban is, vagy az elsőnyújtó laikusokkal kapcsolatban. Tehát igazából az lenne jó, hogyha ezt szinten tudnák tartani, és megfelelő ellátást tudnának biztosítani kint a helyszínen, mindaddig, amíg a mentő a helyszínen nem jön, nem érkezik. Melyik iskolákból, illetve egyesületektől, szervezetektől érkeztek ide az előadásra? Jelenleg Ajka városának szinte azt lehet mondani, hogy minden iskolája meg fog jelenni a mai nap folyamán, illetve vidékről várunk több településről diákokat, Polányból, Noszlopról, Csebányáról, Kislődről, Városlődről a délután folyamán, illetve a mai napon még tart egy úgynevezett rajzpályázat, ahol a kisiskolások és az óvodásokat hagyják le a rajzaikat, ami felkerül az Európai Újraélesztési Társaságnak a honlapjára. Tehát mondjuk Cipruson, Svédországban, Dániában is fogják látni azokat a képeket, amit az elsősegélynyújtással, a mentők munkájával kapcsolatban készítettek az óvodásaink vagy a kisiskolásaink. Jövőben terveznek-e hasonló előadásokat? Feltétlenül szeretnénk, egyrészt szeretnénk megszólítani a tanári testületeket, illetve azokat az embereket, közösségeket, ahol több ember megfordul, hogy nem ártatják és felfrissítjük az ő elsőnyújtó képességeiket, ezt relatíve szinten tartjuk, amennyiben van rá igény és van rá megfelelő tanuló vagy tanulás iránt érdeklődő ismerősünk, barátunk. A másik fele pedig ugye maga az újraélesztési nappal kapcsolatban, rendkívül szeretnénk, hogyha el tudnánk ezt vinni más városokba is itt a környéken, és a következő években megszólítani ugyanígy a többi várost is relatíve, és ott is megjelenni és megmutatni a közösségnek, hogy igen, van jelentősége az újraélesztésnek, és ezt lehet sajátítani, meg lehet tanulni.